good girls, them good girls, straight masterpieces. Az idei Fórum Topmodell verseny döntője nem csak a gyönyörű lányok és a káprázatos ruhakövetemények miatt volt nagyon izgalmas és látványos. A zsűriben ugyanis egy különleges személy, a 2014-es X-Faktor negyedik helyezettje, Nagy Ricsi is helyet foglalt. A fiatal énekes segített kiválasztani a fórum arcát, valamint egy fergeteges koncerttel is elbűvölte a közönséget. Hát akkor nagy szeretettel köszöntök én is még egyszer mindenkit itt a fórumban. Én Nagy Richard vagyok, és az első dal, amivel készültem, az a Till the Love Runs Out. Jöhet még befelé zene bőven. Tetszettek a lányok mindenkinek? I'll be your light, your match, your burning sun. I'll be the bride in black. A szépség az egy szubjektív dolog, de hát az igazsága szerintem kiegyezhet itt mindenki, aki ma itt volt és látta a lányokat, hogy azért meg kellett ebbe egyezni abba, hogy mindegyik lány nagyon dekoratív és szép volt. Mindegyik lány más miatt érdekes, valaki a külsője, valaki az alakja, valaki a kisugárzása, valaki a hangja miatt különleges, de szerintem az az első és legfontosabb egy lánynál, hogy, nagyon szép arca legyen és haja. Nálam ez egy nagyon fontos dolog. Ami alapján én próbáltam dönteni, az igazából az ez volt, az arc és a haj. Az alak is nyilván nagyon fontos egy lány részéről, de hát azért, hogy kinek mi jön be, vagy ki meg, de ez új, ez a szubjektív része. Én nagyon örültem, hogy most meghívtak, mert nekem ez az életem az első ilyen zsűrizési alkalom, amikor lányokat kellett pontozni. Ez egy nagyon meghatározó dolog volt, most úgy gondolom, de jó eredményekkel fogok hazatérni, az biztos. Igazából ennyi, és nagyon jó volt a verseny, és tényleg szerintem gratulálni lehet minden szervezőnek, mert nagyon jó munkát végeztek. Említetted a gyönyörű szép arcot, illetve hajat. Kinek volt a legszebb arca és haja? Az igazság, hogy név szerint most mindenkit nem tudok felidézni, de az biztos, hogy van egy lány, azt küzdettem azért, hogy második legyen, és ő szerettem, hogyha megnyeri, de végül nem így alakult, de én is kívánok mindegyik lánynak nagyon-nagyon sok sikert és kitartása, ahogy mondtam a végén is. És neked egyébként mi a nő ideálod? Szerinted milyen egy igazi jó csaj? Hát nekem eddig az életem során nem nagyon kevés komoly kapcsolatom volt, amire azt tényleg azt lehet mondani, hogy egy tartós, mind a két fél részéről egy előnyös kapcsolat. Nekem az, az igazság, hogy mindig azok a lányok tetszenek jobban, akiknek van egy kis úgymond szépséghibájuk, hogy akik nem kimondottan tökéletesek. Én nagyon szeretem a barna hajú lányokat, akinek hosszú haja, nálam az egy abszolút nyerő szerintem minden szempontból. De volt már akár vörös hajú barátnőm is, vagy volt szőke is. Ami szerintem a legeslegfontosabb egy lányban az a fajta kisugárzás legyen meg, ami a másik személy közti kémiát tudja működtetni. Szerintem az a legeslegfontosabb dolog. Onnantól kezdve, hogy valaki csinos legyen, az már nyilván is egy szubjektív, hogy kinek mi a csinos, valakinek a nagyobb, valakinek a kisebb darab lányok tetszenek. Én igazából az a legfontosabb szempont nekem, mert én egy elég bonyolult és nehéz személyiség vagyok, azt tudom mondani így a külső visszajelzések alapján, de nekem az a legfontosabb, hogy valaki megértő legyen és értse azt, hogy mire beszélek, és hogy tudjon bizonyos helyzetekben újra reagálni, ahogy ez nekem szükséges. Itt a koncertet közben végignéztem a közönségen, és rengeteg fiatal lányt láttam természetesen, úgyhogy elkerülhetetlen a kérdés, hogy van-e most barátnőd, van-e párkapcsolatod, foglalt-e a szíved? Igen, nagyon sok lány, nagyon sok szép lány vesz itt tényleg körbe minket, főleg amikor fellépésekre járunk. Ez egy nagyon pozitív dolog, és én ezt úgy szorom igazából prezentálni, hogy nagyon örülök annak, hogy itt vannak és hogy támogatnak, mert ugye ők azok, akikért érdemes csinálni, akik eljönnek és kíváncsiak rám. Hogy foglalta a szívem most, van most egy olyan lány, akivel elég sokat beszélgetik, és nagyon sokat vagyunk együtt, de hát ez még egy nagyon kezdetleges dolog, ugye nyilván nem merném azt mondani, hogy foglalta a szívem, mert valószínűleg nincsen így, de egyébként ismerkedek és vágyok arra, hogy valakit tudjak szeretni. Ez nekem most egy ilyen fontos dolog lenne, de egyébként nagyon-nagyon sok elfoglaltságom van, hála jó Istennek, és a hétköznapjaim nem mindig adottak arra, hogy akár bármilyen kapcsolatot ki tudjak építeni hölgyekkel. De ahogy lehetőség adódik, és ahogy az élet úgy hozza, azokat a lehetőséget szerintem érdemes kihasználni, és ezeket én próbálom megragadni, és így állok most a lányok terén. Hogyha nem is teljes mértékben foglalt a szíved, azt mindenképpen meg lehet említeni szerintem, hogy az egyik szerelmed már megvan, a zene. Én is szerepeltél a 2014-es X-Faktorban, nagyon fiatal vagy, Ricsi, te hogy élted meg ezt a versenyt? Hát igen, én tényleg nagyon fiatal vagyok, még 19 éves vagyok, de nem szeretném azt mondani, hogy idős, hogy érettem vagyok a koromnál, szerintem ezt én nem tudnám pontosan eldönteni. De igazából így a külső vizsgálatok alapján és úgy, hogy ahogy én belekerültem, és hogy talán kívülről tudtam látni ezt az egészet, úgy gondolom, hogy igen, hogy megszereztem azt az egyik szerelmemet, ezt a zenét. És annak ellenére, hogy fiatal vagyok, szerintem nagyon komoly munkát tudtam végezni, annak ellenére, hogy nagyon sok adottságom, akár még hátrányban is van, akár a többi előadóval szemben,
Én ugye mindig a zene szeretetét hangsúlyozom, és azt, hogy az embert azért csinálja, mert tényleg szereti a zenét. Én mindig próbálom hangsúlyozni ezt, hogy azt, hogy a saját szerzeményeim, vagy akár a feldolgozásaim mennyire fontos és meghatározó szerepet játszanak így a fellépések, vagy akár a koncertek során. És ami a legfontosabb dolog, amit nekem adott ez az első szerelmem a zene, és így az X-faktor kapcsán, az igazából a kitartó munka, és ezért hangsúlyoztam itt a lányoknak is a végén, hogy szerintem csak akkor lehet valaki sikeres és elégedett önmagával, is lehet teljes mértékben jó az önbecsülése, hogyha valaki kitartó, és akkor minden álmod teljesülni fog szerintem is. És én ezt tanultam meg, én úgy gondolom, de nagyon sok van nekem is hátra, rengeteget van még fejlődnöm, és nagyon sok kitartás kell még ahhoz, hogy elérjem azt, amit igazán nagyon-nagyon szeretnék. A mentorodtól mi az a tanács, amit leginkább megfogadtál, ami a leginkább megmaradt benned? Alföldi Róbert igazából egy nagyon meghatározó személy volt így az X-faktor alatt, mert tényleg szerintem az egyik legeslegnagyobb szakmai tekintélyel bír Magyarországon, akármilyen műfajt vagy kategóriát nézünk. Szerintem azt az ő munkásságát, aki figyelme követi, azt tudja, hogy az ő szavára érdemes adni. Igazából nekünk egy ilyen alapvető színpadi és élettani tanfolyamot végeztünk el igazából nála, és ez egy nagyon pozitív dolog volt, mivel nagyon sok mindent megtanultunk, és nem feltétlenül konkrét dolgok alapján, hanem rávezetés által, vagy hogy érezzük azt, hogy mit miért csinálunk, akár a színpadon, vagy az életben. Az volt benne nagyon jó, hogy nekünk nem csak egy mentorunk volt, hanem egy ilyen lelki, úgymond útmutatónk, vagy egy lelki segítünk, és ez nagyon pozitív volt. És sokan nem tudják egyébként elképzelni, hogy de a fiúknak sokkal nagyobb érzelmi hullámai vannak, például egy ilyen műsor, mint például a lányoknak. Nem tudom, én november közepén éltem át egy ilyet, de hát akkor is sokat voltunk itt, is beszélgettünk, és el tudtunk jutni egy olyan közös nevezőre, ami által megértettem azt, hogy ő miről beszél, és tényleg átláttam azt, hogy ő mire gondol, és utána könnyebb volt nekem is csinálni a dolgaimat. Szerintem egy ilyen alapvető gondolkodási rendszer kiépítésében segített nekünk, és az nagyon fontos szerintem egy ilyen 19 éves fiú számára. Mi volt nálad akkor ez a mélypont? Említetted, hogy novemberben volt egy ilyen lelki mélypont. Nem érezted magad elég jónak a versenyben, sok volt számodra a felkészülés, vagy mi volt a probléma? Igen, ugye az volt a jó, hogy bekelteztünk szeptember elején, és októberben kezdődtek az élőadások, és hát az első egy hónap ugye az nem volt annyira tömény munka, de aztán miután beindultak ezek a próbák és a folyamatos pörgés, utána már egyszerűen annyira nem volt időnk arra, hogy akár elmenjünk szaunába, vagy mondjuk edzeni, vagy csak egy kicsit gondoljunk magunkra, és azt mondjuk, hogy na most megeszek egy sütit, és nem az esti menüt fogom megenni, és talán szerintem nekem ezen kellett egy kicsit segíteni azt, hogy átjak lendülni, és belássam azt, hogy igen, ez ameddig én itt akarok lenni, addig ez ezzel jár, és más dolog, ez addig az életemben nincsen is. Tehát mivel ezt sikerült megértenem, utána így az ember megpróbáltam magam tudatosan átinteni ezen a holponton, és bejött, és sikerült, és utána kitartottam az utolsó hétvégéig, és erre nagyon büszke vagyok. A képernyőn keresztül azt láthatták a nézők, tehát azt láthattuk, hogy elég jó volt köztetek versenyzők között a viszony. Azóta hogy alakult a kapcsolatotok? Van-e valaki, akivel tartod a kapcsolatot, illetve van-e valaki, aki esetleg a barátoddá, barátnőddé vált? Igen, hát én bárkivel beszélgettem, szerkesztős, stábosok, vagy bárkivel, ők azt mondták, hogy most ez az idei csapat, ez a mostani 12-es, 13-as fogat, ugye a tisztalaposok miatt, 13-as fogat, ez most egy nagyon különleges, és egy ilyen egész mindenki jó, tehát hogy az egész csapat egybe jó volt, és egy ilyen nagyon jó közösséget alkottunk, és amúgy tényleg tartjuk a kapcsolatot mai napig, eljárunk együtt akár bulizni, most készülünk egyébként ilyen közös produkciókkal, és a Nyíregyházán a másik két Ricsivel tervezek valamit, ez még egyelőre titok, és még csak terve van, de tartjuk, és hát egy szigorú munkakapcsolat is van ugye köztünk, mert hát próbáljuk egymást segíteni, és az egymás útját egyengetni, ahogy tudjuk. Én, akivel nagyon-nagyon jóba lettem, ugye az nyilván ugye a négyes fiú fogatunk, akivel mai napig ugye tartom a kapcsolatot, és beszélünk. Nyilván mindenkinek sok az elfoglaltság, és mindenki teszi a saját dolgát, valaki te visszamegy a suliba, Szaburics ugye egyetemre jár, Benji visszament az iskolába. De hát próbáljuk tartani a kapcsolatot, és mindenféleképpen azon vagyunk, hogy segítsük egymást, akár lelkileg, akár pedig szakmailag. Olvastam valahol egy internetes oldalon, azt hiszem, hogy a verseny után Budapestre költöztél. Hogy érzed magad Budapesten nyíregyháziként? Igen, hát ez az igazság, hogy egy erős párhuzamot tudok így vonni, mert én Nyíregyházán a külvárosi részben Sóstúrújfőjön lakok, egy kis utcában. És ez azt jelenti, hogy ez Magyarország legkeletibb részének igazából egy eldugott kis utcája, és utána pedig felköltöztünk szeptemberbe a belváros szívébe, ugyanúgy egy kis utcába, a Gosdúba, csak ott tele volt szórakozó helyen minden. Én nagyon szeretem a fővárost, én tényleg nagyon szeretem ezt a pörgést, és minden percet élvezem, amikor ott lehetek. A zene mellett milyen elképzeléseid vannak még, vagy esetleg szeretnél egész életedben énekes lenni? Hát ez az igazság, hogy én kiskoromtól kezdve szeretnék a zenével foglalkozni, és nekem nagyon fontos volt az, hogy a zene a nagyon fontos részét tegye ki az életemnek. Hogy mi vár rám, dalok írása, ami folyamatban van, egyfolytában járok, felléplünk, klipet forgatunk, és aztán pedig reméljük, hogy egy biztos talajt tudok majd kialakítani magamnak a magyar zenei piacnak az életterében. I need you.
love. I need your time. My life's from everything's wrong to make it.